Szép jó estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit január 25-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Varga Gabriellával, a Vörösmarty Színház művészével, a közelmúltban létrehozott Gabi Kvart együttesről, majd egy összefoglaló következik a Vörösmarty Színházban megrendezett Magyar Kultúranapi ünnepségről. Ezt követően ellátogatunk a Szent István Művelődési Házba a Zsivajgó természet, majd a Vörösmarty Könyvtárba a Bor dicsérete című előadói estre. Tartsanak velünk! Tiszteltes barátsággal köszöntöm Varga Gabit. Rendhagyó helyszín, talán mégsem rendhagyó, hiszen egy színművész öltözője egy második otthon, ha úgy tetszik, a színpad mellett természetesen. Most nem is a színművészetről fogunk beszélgetni, sokkal inkább a Gabi Kvartról, mert hogy ugye azok közé tartozol, akik nagyon sokat szerepeltek, láthatunk a tévében, filmeken, moziban, viszont ez egy kicsit más, és én azt gondolom, hogy a székesfehérváriak kapva kaptak az alkalmon, hogy megismerjék Varga Gabit és az ő csapatát, a Gabi Kvartot. Honnét jött a gondolat, hogy egy ilyen csapatot építs, és klasszikus könnyűzenével foglalkozzatok? Igazából ez már évek óta érlelődik. Először még úgy érlelődött, hogy Kamillal ketten, akkor nyilván az egy gitár és ének egy, hát nevezzük blúzos, nem is tudom, mondjuk olyasminek, olyan verziónak. És ha volt egy-egy fellépés, akkor egy-két dal már mielőtt megjelentünk. De tulajdonképpen az, hogy ebből zenekar lett, illetve koncert is kerekedett belőle, ezt a pandémia szülte olyan szinten, hogy nekem megtetszett egy dal, én szóltam a Manónak, aki ugye a színházunknak a korrepetítora, ami zongorára volt írva, és mondtam, hogy amikor lehetett így az online térben mindenfélét produkálni, és mondtam, hogy én ezt szeretném elénekelni. És akkor tulajdonképpen úgy adott, mondta, hogy ez baromi jó szám, ez ugye a Lady Gaga Look What I Found, és hogy hát ne csak zongorára legyen, szóljunk már a Kamillnak. Na jó, szóljunk a Kamillnak. És akkor a Kamill mondta, hogy de hát kellene rá még egy gitár, meg akkor szóljunk már a Nagy Petinek, úgyhogy tulajdonképpen, és itt a színháznak a hangosítója, Torma Sándor, viszont szintén lelkesedéssel azt mondta, hogy jó, rögzítsük, de akkor rögzítsük profi szinten, stúdió felvételben. Úgyhogy ez a dal először így elég profi körülmények között, sokat dolgozott vele a Sándor, tisztította, stb., és elkészült egy dal. És amikor szerződtetés volt, ezeket nem is tudom, ugye február vége körül szoktak lenni, és volt egy beszélgetés, akkor én ezt megemlítettem, hogy különben elkészült egy ilyen dal. Volt már cél, volt már egy kitűzött időpont, úgyhogy ezek azért mindig motiválóak tudnak lenni, de már a Kamillal is volt számunk, azt nyilván kibővítettük, és akkor ugye nyáron még dobos nélkül, ugye a Cserta Gábor, Kamill és Manó, tehát két gitár és egy zongora volt, és amikor ezt meghallotta nyáron a kávézóba az igazgató úr, akkor mondta, hogy hát legyen már dob, hát mondom, boldogan. Úgyhogy szóltunk is Kovács Zsoltnak, és akkor ő pedig örömmel vállalta, úgyhogy aztán most így szépen kiegészült ez a zenekar. Tehát ez már egy klasszikus felállás nyilván. Ez már igen. De korántsem mindegy, hogy milyen dalokat választasz, hiszen az egyértelmű, hogy ez a kvintetnek indult, igen. Vagy kvartetnek, de igen, most már kvintetnek, így van. De most már kvintet rád épül. Tehát arra a különleges énekhangra, ami a tiéd, azokra a dalokra, ami illeszkedik a csapathoz és hozzád is. Hogy választottatok dalokat? Hiszen az elsőről elmesélted, hogy miként, de ugye mi itt voltunk a koncerten, és tudjuk, hogy nagyon széles a repertoár. Széles, és nagyon sokféle stílus. Kicsit gondolkoztunk is ezzel, hogy mennyire szűkítsük, de aztán abban maradtunk, hogy tulajdonképpen nem kell ezt azzal foglalkozni, hogy most egyféle stílusú legyen. Engem is többféle műfaj érdekel. Igazából mind egészen kivételes
előadók szerintem, szövegben is, meg műfajában is. Úgyhogy én is választottam dalokat, illetve a többiek is, vagy Kamil is mindig mutatott, hozott dalokat, és mindig közösen döntöttük el, vagy nyilván én egyik szempontból, de hogy egyáltalán mi illik a zenekarunkra, ugye mi illik erre a zenei felállásra, tehát az is volt egy szempont, és nyilván az, hogy mennyire legyen dinamikus, változatos, hogyha műsorban gondolkodunk, mi áll jól természetesen az én hangomnak, mi áll jól ezeknek a hangszereknek, mennyire legyen ez változatos, úgyhogy így szépen lassan aztán kialakult, megnéztük, válogattuk, nyilván ők is sokat dolgoztak azon külön, hogy ez jól hangozzon, mert azért ez nem evidencia, hogy amikor ott van egy felvételen, lehet, hogy 10 féle hangszer, akkor az ugye hogy tud megszólalni erre a 4-re, de aztán végül is ezeket sikerült valahogy. Nagyon fontos kérdés, hogy nyilvánvaló, hogy mindannyian elfoglaltak vagytok. Igen. Márpedig egy ilyen repertoár betanulásához, hogy olyan szintű legyen, hogy a közönség elé lehessen állni vele, próbálni kell. Hát hogyne. Milyenek a próbaidőszakaitok? Hát igyekszünk összehozni, hogy hetente egyszer, vagy hogyha kell, akkor kétszer össze tudjunk jönni. Itt nyilván ugye a Cserta Gábor hát egy dolgozó ember tanít, úgyhogy ő nyilván esténként, tehát valahogy össze kellett illeszteni nekünk is, de úgy nagyjából azért hetente egyszer, hogyha minden jól megy, akkor tudunk próbálni, de a régieket is azért ugye mindig elő kell venni, akkor mindig jönnek hozzá új dalok, új számok, úgyhogy azzal is foglalkozni kell. De valahogy azért mindig sikerül összehozni, hogy tudjuk bővíteni a repertoárunkat, mert ez is az egyik cél. És hát ugye sokszor most ilyen alkalomhoz is kötődik. Ugye decemberben az ünnepek volt, akkor nyilván ahhoz is igazítottuk, most például ugye a Valentin nap lesz tulajdonképpen a témája a vasárnapi koncertnek, úgyhogy ahhoz is mindig így próbálunk annak a témának megfelelően választani. Két koncerten is volt szerencsénk itt lenni, siker volt mindkettő. Ez megerősítést jelent számotokra? Nagyon óriás élmény volt, de nagyon klassz élmény. Hát főleg, hogy azért azt gondolná az ember, hogy ez is egy előadó művészet, de azért egyáltalán nem természetes, tehát az itt egészen más minőségbe áll ki egy színész, már pedig mi azért azok vagyunk, hát Kamil és én, de hát a többieknek is, úgyhogy bele kellett kóstolni, hogy milyen is egy ilyen dolog közepében állni, és nyilván nem csak annyi, hogy szépen elénekelni a dalokat, és nem is olyan, mint egy musical, tehát ez egészen más helyzet. Úgyhogy tulajdonképpen én most kezdem el igazán élvezni. Elsőre még nagyon, nagyon izgultam, hogy jaj, hát majd mit szólnak, meg megy ez nekem, stb. De ezért is nagyon fontos volt ez a megerősítés, hogy hát jó élmény volt. Na. Tulajdonképpen nagyon fontos, amit mondtál az imént. Nyilván az egész beszélgetésre igaz ez, de most, hogy jön egy ünnep, mert ezek ünnepi pillanatok voltak. Különlegességet jelente felkészülni az ünnepre? Tehát, hogy nem egyfajta koncertet adtok, hanem mindig valamihez kötődik. Persze. Ez mindig ad egy útmutatót, vagy egy irányvonalat. Nyilván javarészt marad azért a repertoár, de lehet, hogy pont emiatt vagy kiveszünk, vagy inkább hozzáteszünk, kiegészítjük annak a témának megfelelően. Illetve az, hogy azért meg kell szólalni, mint ahogy az előbb mondtam, tehát nyilván nem csak kiállok és énekelek, hanem egyes szám első szemében, hogy mondjam, kell kommunikálni a nézőkkel, mert azt éreztem, hogy ez is egy nagyon fontos része egy ilyen koncertnek. Tehát, hogy megszólítani, beszélni, most nyilván nem azt jelenti, hogy hosszú monológok, de hát akkor is kell egy közös energiát így valahogy kialakítani. Úgyhogy ilyenkor egy téma kapcsán is nyilván zajlik, így próbálom felépíteni a kommunikációt. Fontos, hogy nem akcióban gondolkodtok, hanem gondolom én hosszú távra. Tehát marad ez a felállás, illetve nyilván a repertoár bővülésével egyre több alkalmatok lesz bemutatkozni. A színházon kívül is lesznek majd koncertek? Hát nagyon szeretnénk, még ez egy kicsit szerintem távolabb van, de bízunk benne, tehát reméljük.
Még ez a jövő titka. Most hát tekintve, hogy ezt mosolygos szemmel mondtad, akkor hiszünk, és várjuk az újabb koncerteket természetesen, és köszönjük, hajrá! Köszönöm szépen, köszönjük! Szombaton a Magyar Kultúra Napi ünnepségen adták át a Vörösmarty Színházban a Város Pro Kultúra díját. A himnusz születésnapján a színház társulatának előadásában az ember tragédiája darabokról készült összeállítás várta az ünneplőket. Ebben az esztendőben is a Vörösmarty Színház adott otthont nemzeti imánk a himnusz születésnapján megrendezendő Magyar Kultúra Napi ünnepségnek. Az esten a hagyományokhoz hűen átadták a Prokultúra Alba Régia díjat az arra érdemes kulturális szakembernek. Szűcs Erzsébet tevékenységével, hivatástudatával, elkötelezettségével sokat tett ennek a városnak a kulturális életéért, a magyar kultúra egészéért, és azt hiszem, hogy abszolút méltó arra, hogy ezt a kulturális területen kiadható legmagasabb városi kitüntetést most megkapja a közösségünktől. A közösségünknek ez egy elismerése és köszönet nyilvánítás is egyben az ő tevékenységért, természetesen bizakodva, hogy még hosszú éveken keresztül szolgálja majd ezt a közösséget és a kulturális életünket. Nagy öröm, hogy a gálát most a Magyar Kultúra Napján hagyományos keretek körülmények között itt a Vörösmarty Színházban megtarthatjuk. Az is, hogy számos közösség, kulturális intézmény, civil szervezet ezen a napon sok mindennel hozzájárul, hogy közösen megmutathassuk azt, hogy miről is szól a magyar kultúra, múltját, jelenét tekintve, és miről szól azon belül Székesfehérvár kulturális élete, hiszen ilyenkor egy lehetőség van arra, hogy megmutassuk, hogy mi mivel járulunk hozzá a magyar kultúra ápolásához, és szerintem a város kulturális élete gazdag, folyamatosan ráadásul gazdagszik, nyilván köszönhetően azoknak az embereknek, akik ebben alkotnak. Nekünk meg egy dolgunk van, hogy a kereteket tudjuk bővíteni, tudjuk javítani, így nagy öröm, hogy hamarosan ugye átadhatjuk a múzeumnak a megújult új főépületét, készül a köztársaság mozi, utána egy kőtárnak az épületnek a felhasználásával, a Bartók teret átadtuk, mint új közösségi és kulturális tér, és az Aranybulla emlékműjén is készül egy olyan felújítás, ahol egy szabadtéri színpaddal a kulturális élet szerelmesei is birtokba mehetik majd azt a területet is, mert hogy a kultúrát valóban meg kell élni, ehhez közösségi terek kellenek, és közösségek, akik utána pedig tolmácsolják nekünk a magyar kultúrát. A mai napon a Vörösmarty Színház művészei adnak műsort, Madách ember tragédiája, illetve a nemrégiben év drámájának választott ember tragédiája 2 fogják úgy össze, hogy ez méltó módon képviselje a magyar kultúrát, a múltat, jelent és jövőbe mutató üzeneteket is hordozzon. Miként gondolkodik erről, polgármester úr? Hát talán éppen nagyon szép keresztmetszetét adja ez a magyar kultúrának, hiszen megmutatja, hogy egy óriási alkotáson keresztül mire lehetünk büszkék a magyar kulturális élet eddig elért eredményeiből, de egy kicsit azt is megmutatja, hogy az egyik intézményünk, a Vörösmarty Színház képes volt ezt folytatni, és hát valljuk be őszintén, hogy azért Madácsot folytatni az egy óriási kihívás az íróknak is, és utána annak a színháznak is, amelyik ezt színpadra viszi. Azt hiszem, hogy a Vörösmarty Színház ezzel is bizonyította azt, hogy a magyar színjátszás nem csak történetében, hanem jelenében és egy meghatározó közösség, meghatározó társulat. Büszkék lehetünk rá, és büszkék lehetünk mindenkire, aki ezért tesz, és a kulturális életet itt a városban is szolgálja, a mindennapokban ezt a tevékenységet végzi. Idén a rangos elismerést a Szent István Király Múzeum munkatársa, a kiváló művészettörténész, a Deák Dénes díjas Szűcs Erzsébet vehette át. 27 éve vagyok Székesfehérváron, tehát nagyon sok minden forgott a fejemben, mikor az első értesítést megkaptam. Persze az első valahogy talán másnak is, hogy én érdemlem meg. Biztos, hogy nekem kellett ezt kapni, de aztán miután ilyen hosszú évek óta vagyok itt, és úgy gondolom, hogy rosszat nem tettem, ezért azt gondolom, hogy köszönöm szépen mindenkinek, aki rám gondolt, és azt remélem, hogy mindenki örül ennek a díjnak. Az ünnepi műsorban a Teremtés ünnepe címmel Madách Imre örökbecsű műve, az ember tragédiája, illetve az ember tragédiája 2.0 című korszakos kortárs darabból láthattak részleteket az ünneplők Horváth Csaba rendezésében. Igyekeztünk olyan tartalmilag jelentős, illetve emblematikus jeleneteket összeállítani, vagy jelenetekből összeállítani ezt a kultúranapi ünnepséget, amelyek azért mégiscsak tükrözik azt a
azt a nagyszabású vállalkozást, amit itt az elmúlt években mi célul tűztünk ki, és meg is valósítottuk, hogy egyrészt ugye első körben a négy rendező, a színház négy rendezője által meg elkészítettük a Madách Imre ember tragédiáját, és a következő körben pedig a Tragédia 2-t, ami ugye négy kortárs írónak a műve. Tehát azt gondoljuk, hogy ez a maraton, ha ezt lehet annak nevezni, vagy ez a vállalkozás egyáltalán, a tragédia vállalkozás, az egy olyan nagyívű dolog, amire nem igazán volt példa. Még a ilyen jellegű példa a magyar színház történetben, és természetesen ebből a két előadásból láthatnak az ünnepségen részleteket a nézők. Az est házigazdái Kis Diana Magdolna, a színház művésze, és Szikora János, a teátrum igazgatója voltak. Az ember tragédiája 2.0 egy nagyon különleges vállalkozás, és egy unikális írás, egy olyan mű, ami számomra nagyon sokat jelent, hogy elsőként játszhattam el itt a székesfehérvári színpadon Éva szerepét a nagyváradi berlini színben, és nekem nagyon sokat jelent ez az előadás, és remélem, hogy még a továbbiakban is fogjuk játszani. Pontos számunkra a Madách ember tragédiája, az ember tragédia 2.0 nem különben. Ez színház történeti pillanat volt a bemutató, és most is azt gondolhatjuk, hiszen közben megkapta az év drámája címet a négy szerző, hogy egy jó döntés volt Szikora Jánostól, amikor rábírta a négy kortárs szerzőt, hogy hozzák létre ezt a darabot. Nagyon jó leső érzés volt hallgatni a négy drámaírót, akik visszaemlékezéseikben és méltatásukban megemlítették a társulatot. A székesfehérvári társulat léte nélkül, ereje nélkül és együtt léte nélkül ez valószínűleg soha nem született volna meg, mint ahogy maga az ötlet is, hogy egyrészt csináljuk meg az ember tragédiáját, és ha már megcsináltuk, akkor folytassuk. Ez is tulajdonképpen azon alapult, hogy ebben a társulatban hatalmas kreatív erő van, és ezt a kreatív erőt sikerült az írókkal együtt egy fantasztikus előadással transformálni. A rangos szakmai elismerés átadása mellett az elmúlt évtized legjelentősebb magyar színházi produkciója, amelynek szerzői Darvasi László, Márton László, Tasnádi István és Závada Pál, az év drámája elismerést is kiérdemelték, méltó keretet adott az ünnepnek. Sudár Anna Mária versmondó és Huzella Péter verséneklő vendégeskedett a Szent István Művelődési Házban. A két művész, Kosztolányi Dezső, Zsivajgó Természet című vers ciklusából hozott válogatást az irodalomkedvelő közönségnek. A Szent István Művelődési Házban a Magyar Kultúra Napi programsorozat részeként Zsivajgó Természet címmel mutatta be műsorát Sudár Anna Mária versmondó és Huzella Péter verséneklő. Sudár Anna Mária és Huzella Péter neve valóban egy hívónév, hiszen az irodalomban bármerre járnak az országban, és nem csak az országban, hanem határainkon túl is, méltán és hatalmas nagy alázattal képviselik a magyar irodalomban megjelent gyönyörű szép gyöngyszemeket, a verseket és a prózát is. Én úgy gondolom, hogy Kosztolányi, aki egyébként is azt nyilatkozta a versről, hogy az csak akkor él, hogyha papírjából feltámasztjuk, és amikor igazából szóban fogjuk elmondani. És ehhez, hogy ezt szóban tudjuk elmondani, nagyon-nagyon fontos a jelenlét, a színpadi jelenlét. Az, amikor igazából maga a versmondó, a dalmondó, az kiteszi magát, és igazából a csendnek, és megpróbál az előadásával olyan élményt nyújtani, olyan előadást nyújtani, amivel örömet és fényt visz az embereknek az életében. Ma pedig úgy gondolom, hogy a kultúra és az irodalom, és talán is mutatnám azt, hogy a művészet minden eszköze az egyik legalkalmasabb arra, hogy a fényt és az ünnepet belevarázsoljuk a hétköznapjainkba. Mindig ezt a verset mondogatom magamban. Mindig Csóknai Vitéz Mihályról. A Kosztolányi Dezső műveiből készült összeállításban elhangzó verseket a költő 1930-ban megjelent ciklusának rövid, játékosan szellemes, gyakran humoros kis prózái fogják össze az alkotók által válogatva, s a négy évszakig lett a sorrendben rendezve.
A cím voltak éppen Kosztolányi Dezsőtől való, hiszen egy ciklusának a címe az, hogy Zsivajgó természet, amelyet kevéssé ismernek az emberek így egészében, mert csak azok a szövegek szerepelnek a Kosztolányi összes versei kiadásban, amelyek valóban verses formában megírt szövegek, az Almafa vagy a Nyúl című, amelyet szoktak ismerni a kosztolányi olvasók. Viszont a prózai kis szösszeneteket, amelyek a Zsivajgó természet témájában születtek, azokat csak azok ismerik, akik olvasták ezt a külön kötetben megjelent összeállítást. Úgyhogy innen kölcsönöztük a címet, és az volt az alapötlet, hogy mivel ezek a szövegek könnyebbek, színesek, vidámak olykor, mindenképpen könnyebben befogadhatók, hiszen nagyrészt 2-3-4 soros szövegekről van szó, ezek között jelenjenek meg nagyobb lélegzetű költemények, adott esetben olyan súlyos versek, mint mondjuk az én előadásomban a Halotti beszéd, vagy Huzella Péter előadásában a Hajnali részegség. Az életet, a szíved halkuját. Mint Huzella Péter elmondta, a verséneklésssel egy új megerősítő dimenzióval gazdagodtak, olyan metódussal gazdagítva az egyébként is páratlan kosztolányi műveket, amelyek közelebb hozzák, s egyben gondoskodó tisztelettel juttatják élményhez a versszeretőket. Én azt hiszem, hogy ha én megértettem, akkor a köznapi ember simán meg fogja érteni ezeket. Egyébként a szerkesztés olyan, hogy ezek gurulnak egymás után, tehát jönnek nem csak az évszakok, hanem a versek is szinte magától következnek egymás után, úgyhogy ilyen gondom nekem se volt, remélem a közönségnek se lesz. Azt tudjuk, hiszen olvasom, hogy ez immáron, ugye 2019-ben, amikor megszületett a gondolat, a teljesség igényével nagyon-nagyon sokan láthatták. Milyen fogadtatásban részesül? Hol tart ma a megénekelt vers hazánkban? Szerencsére, azt nem mondanám, hogy reneszánsza van, de sokan foglalkoznak vele. És a verséneklés az szerencsére egy olyan műfaj, amit így szemtől szembe kis közönségnek is lehet művelni, és nem sérül nagyon a dolog. Tehát nem egy színházi előadás, nem egy rockkoncert, amihez óriási apparátus kell, és amit ez a Covid derékbe tört végül is. A verséneklők pedig megtalálták a módját, hogy a kis közönségnek énekeljenek, akár ilyen családias hangulatban. Úgyhogy szerintem ez még, hát ezt nem mondom, hogy jót tett nekünk, de hogy nem szenvedtük meg annyira, mint esetleg a fajsúlyos nagy műfajok művelői. A Zsivajgó természet ciklus szövegei által alkotott sokszínű szövegkörnyezetben elmondva vagy megzenésítve Kosztolányi több közismert, illetve néhány ritkábban felidézett költeménye is helyet kapott a szép számú költészetbarátok örömére. Végtelen napjaim menetek, bámulom, elfogul bemetek, várni még, élni még lehetek, fönn az ég lenn a föld fekete, száncstollam, villogul. Rendhagyó előadói estre invitálta a Vörösmarty könyvtár a székesfehérváriakat. Ács Tamás színművész országjáró körútján Székesfehérváron is bemutatta a Bor dícsérete című előadói estjét. Mikor Noé az özönvíz elől a bárkára menekült, bort is vitt magával. Unta magát erősen az öreg, hát a borhoz hatféle állat vérét keverte. Először oroszlán vért, aztán tigris vért, ez sem volt elég, hát kevert még hozzá medve, disznó, majom, no meg galambvért is. No de meg is látszik azokon az embereken, akik egy pohárkával többet isznak a kelleténél, ezeknek az állatoknak a vére. Van olyan ember, aki a bortól büszke, mint az oroszlán. Van olyan is, aki kegyetlen, mint a tigris. Némely ember dűlöngél tőle, mint a medve. Más ember a sárban fetreng tőle, mint a disznó. Van olyan is, aki mindenre nevet, mint a majom.
És olyan, aki szelíd a bortól, akár a galom, mint én. A Magyar Kultúra napján a Vörösmarty Mihály könyvtár adott otthont Ács Tamás a Bor dícsérete című verses előadói estjének. A színművész indítatásként a debreceni középiskolásként kapott feladatokat bővítve hozta létre önálló estjét, ahol játékos komoly formában idézte meg a borfogyasztás kultúrájának történetét. Ennek az estjének a története nagyon régre nyúlik vissza. Én hortobágyi származású vagyok, és Debrecenben az Ady Endre Gimnázium drámatagozatára jártam, és a emelt számú humán tantárgyak mellett délutánonként a debreceni Csokonai Színházból jöttek át tanárok, és tartottak nekünk beszédórát, színpadi mesterséget, színpadi éneket, és az egyik beszédtechnika órának ez volt a vizsgája, hogy hozzunk létre egy témára egy nem hosszú, egy 10-15 perces kis estet. És én ott választottam magamnak a bor témakörét, és akkor már megszületett, hát idestova most már 15 évvel ezelőtt ennek az estnek az ötlete, és én a borról akkor létrehoztam 10-15 percnyi anyagot, és aztán az elmúlt 15 év során évről évre újabb és újabb szövegekkel, kabarétréfákkal, versekkel bővítettem ezt a műsort, és most már egy-másfél órányi anyagom van a borról. Ács Tamás, aki 10 esztendeig a Soproni Színház tagjaként is elmélyülhetett a városhoz fűződő évszázados borkultúrában, egy olyan zenés irodalmi időutazásra invitálta meg a székesfehérváriakat, ahol a bor és a borfogyasztás izgalmas évszázados történetébe kóstolhattak bele a nemes nedű mellett az érdeklődők. Bor! Ó, égjünk! Égjünk együtt el! Kondizsi barocska mellett vígan illan életem! Gondtűző borocska mellett sors, hatalmad nevetem. És mit árultok, ha mondom, hogy csak a boristene, akit én imádok, akiek kebelnek mindene. És a bor vidám hevében füttyentek rád zord világ, szívemet alanyi kinnak skorpiói szaggaták. Bor tanít a hurjaimra csalni nyájos éneket. Bor tanít a elfeledni csalfa jágyok titeket. Ekkoron majd borocska mellől a halál, ha űzni jő. Még egy korty, s nevetve dűlök jégöletbe, temető. Azt hiszem, hogy a bor nagyon szorosan kötődik a kultúránkhoz. Meg annyi számos irodalmi szöveg, tanulmány beszél a borról, és azt hiszem, hogy ez kultúránknak a szerves része. Úgyhogy nagyon hálás feladat ezzel az estel járni az országot. Nagyon, nagyon sok helyen játszottam már, és mindenütt nagyon jó szívvel fogadják ezt az estet. Akkor persze egy önálló előadásként is remekül működik ez az előadás, de nagyon sokszor szoktam játszani borkóstolók kísérőjeként, vagy céges rendezvények fellépőjeként, hogyha a nézők egy pohár bort el tudnak szopogatni az előadás mellé, akkor az még külön is emeli az előadásnak a fényét. Vitte bort Noé arra a bizonyos bárkára? Van-e a borivóknak 10 parancsolata? Vajon ivott-e bort Csokonai? Hogy bírta a szőlőlevet Petőfi? Létezik egy gyógyír a másnaposságra? Tudománya a borfogyasztás? Többek között ezeket a kérdéseket tette fel Ács Tamás, hogy aztán a közönség megelégedésére meg is válaszolja ezeket dalban és versben. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!